Egy kisfiú bebiciklizett a külvárosból a parlamenthez. Nem kimondottan oda akart menni, de egyszer csak már ott volt. Meglátta a Kádár Jánost, amint az épp szállt volna be az autójába. Kádár János! Mit akarsz tőlem, kisfiam? kérdezte Kádár János kicsit türelmetlenül, és közben a karórájára pillantott, mert mindig szerette tudni a pontos időt. A kisfiú miután nem zavartatta magát, és jó alaposan megvámult az autót, fölnézett a Kádár Jánosra is. Ugye, Kádár János, mi minnyáján egyenlőek vagyunk. Bizony, ez az idő is eljött végre. Akkor hadd üljek be én az autóba. Te pedig mennyi biciklivel. Ha tudnád, hogy mennyire szeretek biciklizni. Hát, pattany föl rá. Nem lehet. Most nagyon sietek. De én meg autózni szeretnék. Miért akarsz te annyira autózni? Mert még sose ültem autóban. Sose? Gyerekkoromban én se kocsikáztam, az igaz. Tudod mit? Üljél be! Hiha, de jó! Azt hittem, hogy ma se fogok autózni, pedig éppen ma vagyok, 11 éves. Miért nem mondtad mindjárt? Kádár János nagyon szerette a gyerekeket. Meg is símogatta a kisfiú kobakját te, nem húzgálom meg a füledet, arra most nincs idő. Beültek, mikor az autó elindult, a kisfiú még percekig nem szólalt meg, annyira lekötötte a figyelmét az utastér belseje. Egy idő után mégis megszólalt. Hova megyünk? Engem a központi bizottságban várnak. Nincs messze, addig elviszlek. A kerékpárodat az elftársak oda hozzá. Jó, mi az a központi bizottság? Egy ilyen fontos pártestületről, nem tudod, hogy mi, Úttörő vagy már, nem? De! És senki sem magyarázta el. Magyarázni magyarázták, de attól még nem tudom, mi az. Hogy hívnak? a kisfiú éppen behajlított térdel hintázott. Hirtelen kinyújtotta a lábát, neki akarta támasztani a talpát az első ülés támlájának, de arra gondolt, hogy ez biztos nem szabad, így csak kalimpált a levegőbe. Csaplár Vilmos. Hol laktok? Újpestem. Az apád mit dolgozik? Hűtőgépeket javít. Ah, szóval munkás. Aha, lehet. Aki hűtőgépeket javít, az munkás. Kádár Jánosnak egyre jobban tetszett a gyerek. A fejét kicsit nagynak találta, viszont a nagy fej általában az okosság jele. Szűke haja a szemébe hullott volna, ha nem tesznek bele egy csattot, ami megfogta a tincseket. És a mamád. Hol van ilyenkor? Tejet ad el! Egy tejcsarnokban! A kisfiú csalódott arcot vágott, mert már meg is érkeztek. Az autó megállt. Ilyen közel volt az országgyűlés épületéhez a központi bizottság háza. Elsőnek Kádár János szállt ki, ruganyosan, sietősen, persze, megint ellenőrizte az időt a karóráján, visszahajolt az autóba, mivel a kisfiú nem akart kikászálódni. Pedig Sanyi, a testőr félkézzel a nyerget markolva odagurította a biciklit az autó mellé. Na mi lesz már, öcsém? Hát, Drága ám az idő! Hadd menjek még egy kört! Jobbat találtam én ki! Bejössz velem a központi bizottságba, most majd megtudod, mi az. Elmesélheted az úttörő társaidnak. Acél György sietett lefelé a bejárati lépcsőn, ő szokta elsőnek fogadni a Kátár Jánost, hogy még az ülés a fülébe sugdoshassa legfrissebb értesüléseit a bizottsági tagok hangulatáról, esetleg arról, hogy valami készül, amiről jó, hat tud a Kátár János. És most bizony készült. Ez itt az acélelvtárs. Hallottál már róla? A kisfiú közömbös arccal állt, egy-egy rejtett pillantást vetett az autóra. A célelvzás, van egy úttörőnk. Élvezte a hatást, végre valami, amit a mindig mindenről tudó acél nem is sejtett. A célelvtárs arról volt híres, hogy sose lehetett zavarba hozni. Azonnal az úttörők szabályszerű köszönésével üdvözölte a kisfiút. Előre! Bizony, előre! Rövid a nap, sokat endő! Kette vette a lépcsőfokokat, a többiek alig tudták az iramot tartani. A legnehezebb dolga Györgynek volt, aki így is megpróbált Kádár János füléhez közel férkőzni, csak hogy most értesülések helyett kérdéseket suttogott. Majd kiderül a szélepszás. Mindent a maga idejében. Hárította el a kíváncsiskodást Kádár János. Ez volt a másik kedvenc mondása a Naudje mellett. Beértek a nagy terembe. Ott fészkelődött a székeken a Központi Bizottság sok-sok tagja. Csaplár Vilmos nem is tudta megszámolni, hányan vannak. Persze, amikor a Kádár Jánost meglátták, mindenki fölállt kivéve a cinege elvtársat, aki úgy tett, mintha lejtett volna valamit, és egész addig keresgélt a földön, míg a többiek vissza nem ültek. Mikor aztán fölegyenesedett, jól meglepődött ő is. Jó napot, elvtársak! Köszöntött mindenkit, Kádár János, jókedvűen. És mellette állt egy kis fiú. Egy gyerek a központi bizottságban ilyen még nem fordult elő. Döbbenten bámult az egész társaság. Bemutatom az elvtársaknak Csaplár Vilmost. Hányadikos is vagy, fia? Ötödikes. Mond hangosabban. Ötödikes. Még hangosabban. Hátul a brutyó elvtárs és a falu végi elvtárs. Biztosan nem hallja. Pláne, mivel beszélgetnek is. Hallják, elftársak! egészen betölti a termet ez a csengő hang. Nem tudom, hogy vannak vele az elftársak az én fülemnek jól esik. Melyik iskolába jársz? Erezd ki nyugodtan a hangod, úgy, mint az előbb. Az április negyediket éri be. Na úgy, ez biztosan mindenki füléig eljutott. Tudja az elftársak közül valaki, hogy hol van ez az iskola? Nem néma csönd következett, hanem morgolódás. Másról kívántak ők beszélni. Egy részük ugrása készen várt az alkalomra, hogy újra sürgethesse a világforradalmat. Sokan pedig a kovács elvtársi vágy áldozatáért, fehér elvtársért akartak szót emelni. Hogy igenis, a kovács elvtársi vágyak jogosak, és rendeljék vissza Mongóliából őt. Az előbbi csoportnak a Biszku Béla volt a vezére, az utóbbinak Cínege Lajos. Egymással se értettek egyet, de most, hogy egy iskolá kérdezték őket, forran kezdett a hangulat. Cinege Lajos, aki egyébként a hadügyminiszteri posztot is betöltötte, ezúttal tényleg lejtett valamit, a tollát, sőt, ledobta egy dühös kézmozdulattal, lesöpörte az asztalról. Nem hajolt le rögtön érte, figyelte az arcokat. Ilyenkor le lehetett olvasni, ki hol áll, mit érez. Biszko Béla a száját összepréselve visszafolytott indulattal ingatta a fejét. Komócsin Zoltán, aki ugyanaz gondolta, mint a mellette ülő Biszku, megkérdezte, persze csak nagyon halkan. Szerinted, Biszko ez volt már a lecke? Én nem erre készültem. Na, elvtársak, Újpesten van ez az iskola, mert a mi úttörünk ott lakik. Igazán szép név. Szerencsés, az a tanuló, aki ide jár. Naponta átérezheti április negyedikének ennek a gyönyörű dátumnak a jelentőségét. És ez az újpesti gyerek, akinek a szülei munkása, ő maga ott törő, elmondta nekem, hogy nem tudja, mi az a központi bizottság. Hát erről van szó, elvtársak. Remélem megértette. Nem azzal kellene foglalkozniuk, amivel mostanában szoktak. Köszönöm a türelmüket. Gondolkozzanak a dolgon. Kádár János olyan sebes léptekkel indult ki a központi bizottság ülésterméből, hogy nem csak a kis csaplár Vilmos, hanem még Acél György is alig bírta utolérni. Amikor mégis sikerült a füléhez közel kerülnie, elismerően lelkendezett. Zseniális voltál, Kádár eftárs. Megakadályoztat, hogy botrány törjön ki, amit némelyek nagyon is kívántak, ugyanakkor adtál nekik témát, ha drágódjanak. Brilliáns húzás volt a gyerek. Csak hogy most mi legyen vele? Ronaldo elvtársat ez a probléma foglalkoztatta, de Kádár János, aki gyakran olvasott mások gondolataiban, rögtön talált megoldást. Ronaldo elvtárs, én most visszamegyek a parlamentbe. A fiú jön velem, ott kiszállok, és amíg ben dolgozom, a sofőr hazafúvarozza kerékpárostól. Hadd autózza ki magát, elvégre születésnapja van. A parlamenthez érkezve Kádár János kedves mosolyjal búcsúzott a kisfiútól. Tanulj jól, és gyere máskor is, ne csak a születésnapodon. Jó, hogy nem mondja meg neki a titkos telefonszámát. Gondolta Ronaldo elvtárs, miközben a saját hihetetlenül fényes barna félcipőjének a csillogását figyelgette a kocsi mellett állva, várva, hogy el elcsaphassa a kölyökre az ajtót, és az épületbe befelé menet végre jelezhesse Kádár Jánosnak, hogy négy szem közt akar vele beszélni. Na, mi olyan izgatóan fontos? Bekísérem a Káderev a szobájába. Szép idő van. Igen, süt a nap. Még sincs hőség. Maga fél egy kis kánikulától, Ronaldo elvtárs. Pedig Spanyolországban biztos meleg volt. Ronaldo küzdött a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán, a mozgalmi nevét is ott kapta, erre célzott Kádár János. Kádár elvtárs, a Kádárni elvtárs valakivel találkozik? Hogy, hogy valakivel találkozik? Hetente kétszer. Beszéljem világosabb a világosabban, Ronaldo elvtárs. Nem könnyű ezt nekem szóba hozni. Miért nem könnyű? Mi csak őrizzük a kádár nyelvtársnőt, nem megfigyeljük. Térjen már a tárgyra! Hetente két reggel megállítja a sofőrt egy utca sarkon, és azt az utasítást adja neki, hogy maradjon a kocsiban. Ne kövesse. Aztán mindig egy fél óra múlva kerül elő. Mi csinál ez alatt? Nem tudjuk. Az őrzés nem azt jelenti, Ronaldó elvtárs, hogy akármit mond az őrzött személy, nem szakadnak le róla? Egyszer a sofőr mégiscsak úgy gondolta, hogy megnézi, hova jár a kádárni elvtársnő, nehogy aztán valami baj legyen. És? Egy közeli templomba ment be. Templomba? Nagyon meglepődött Kádár János. A kommunisták eltűrték ugyan a templomokat, mert az emberek butábbik része, a régi divatúak úgy kívánták, de maguk soha nem léptek be egyetlen templomba se. Szóval mégse tudta. Akkor fő az óvatosság. Folytassa. Mit? Mondja már, hogy kivel találkozott. Ja, csak gondoljuk, hogy valakivel találkozgat. Máskülönben mit keresne egy templomban? Azt akarja nekem bemesélni Ronaldo elvtárs, hogy az a sofőr, aki egyben testőr, megállt a templomban.